Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és újból híreket mondunk. Ez a mai hírek, ez az elmaradt februári hírek pótlására szolgálna. Először is elnézést szeretnék kérni mindenkitől, hogy csúsztunk, de az egész család, gyerekek, Jócsi, mindenki megfáztunk. Lázasak nem voltunk, de nagyjából ennyi hangom se volt, mint most, úgyhogy emiatt is csúszott el a februári hírek felvétele. Na de vágjunk bele! Mióta legutoljára találkoztunk, kipróbáltunk két játékot. Az egyik az a Reverse of Midgard volt. Ugye tavaly kipróbáltuk a Champions of Midgardot, alapjában véve elnyerte a tetszésünket, nekem volt egy kicsit olyan érzésem, ezt el is mondtam már többször is, hogy olyan, mint az X-Wing, vagy a FFG-s LCG-k, hogy ez az alapjáték, tanult meg, de kellene hozzá kiegészítők, hogyha a teljes játékélményt akarsz. Nekem ugye alapjában olyan nem tetszenek azok a játékok, amiben túlzottan nagy szerepe van a kockának. Elnézést. De ahol lehet a kockadobás manipulálni, abban én egész jól el vagyok. Most a Reverse of Midgardban már olyan szinten lehet manipulálni a kockákat, hogy szerintem teljesen felsegessé teszi, hogy kocka van a játékban. Alapjában éve ugyanaz a sztori, vikingek vagyunk, itt nem egy falut kell megvédeni, és a tengeren átkelve szörnyeket legyőzni, hanem igazán itt már aktívan fosztogatnunk kell, szörnyeket legyőznünk, és minél több hatalomra, minél több győzelmi pontra szert tenni. A játéknak az az alapmechanizmusa, hogy X számú 6-7 akció van összesen, minden játékos elhelyezi a körbe egyszer a bábúját, és azt az akciót mindenki végrehajtja, ugyanúgy, mint a Puerto Rico-ba vagy a Race for the Galaxy-ba, csak aki választotta, az kap rá valami bónuszt. Nem tetszett, messze nem tetszett annyira, mint a Champions of Midgard, mert ebben a játékban viszont már olyan szinten lehet befolyásolni a kockadobás, hogy én egyszerűen nem látom értelmét, tehát nyugodtan le lehetett volna cserélni erőforrásokra a kockákat. Úgyhogy nekünk nem igazán nyerte a tetszés. Ha minden igaz, ez a teljesen euró változata a Champions of Midgardnak. Jön majd a Grey Fox Games-től egy teljesen ameri változata is a Champions of Midgardnak. Majd meglátjuk, ez annyira nem nyerte a tetszésünket. A másik játék, amit kipróbáltunk, az pedig az U-Boat. És az U-Boatot egy kicsit egy olyan szándékkal próbáltam ki, hogy én elmondom, hogy ezek a sok figurás, rengeteg alkatrészes, kickstarteres, drága Choose Your Own Adventure típusú játékok nekem nem szimpatikusak, de igazán nem próbáltunk még ki ilyen játékot. Úgyhogy az U-Boatot azért próbáltuk ki, mert én ebbe a kategóriába teszem, tehát ez a számítógépes játék egy dobozban, majd mozi élmény nyújtó játék, és itt legalább a téma érdekelt. Nem úgy, mint mondjuk a Tainted Grail-be, vagy a bármelyik más ilyen játékba. Viszont elég nagy csalódás volt a játék, ezért is nem készült belőle epizód, mert nem láttam értelmét. Inkább úgy gondoltam, hogy elmondom nektek a véleményemet rövidebben. Nem akarok általánosítani az U-Boat-tal kapcsolatos tapasztalataimból az összes többi ilyen játékra, de nekem ez volt a szubjektív célom, hogy egy általam meghatározott játék kategóriát, ez a számítógépes játékok doboz, vagy mozi élményt nyújtó, vagy Choose Your Own Adventure típusú játékokat teszteljem. Az U-Boat nagyon érdekes, mert az elején az van, hogy tengeralattjáró szimulátor, a hátulján pedig, a doboz hátulján pedig az, hogy board game. És ez nagyon passzol, mert valahol a kettő közt van az U-Boat, nem is társas játék, nem is szimulátor, és én úgy érzem, hogy egy kicsit a két cég közt a földre ült ez a játék. Alapjában ugye kirakunk egy nagyon szép színes és szagos U-Boat 3D-s papír modellt, 4 szerep van, minden szerephez tartozik 4-4 matróz, és ezeket a matrózokat mozgatjuk a hajón, ők végeznek különböző akciókat, kormányoznak, szerelnek, vacsorát főznek, figyelnek fent, hogy amikor felszín nem van a tenger alatt járó, figyelik a tengert, más hajókat, repülőket, merülnek, torpedót lőnek ki, és így tovább, és így tovább. Viszont alapjában a játék egy applikációval működik, és nagyjából mindent ebbe az applikációba kezelünk. És nagyon sokakban felvetődött a kérdés, hogy legalábbis Tom Wessel ezt mondta, hogy ez a játék miért nem egy számítógépes játék lett. Tehát, hogy nem igazán látja értelmét, hogy miért rakták ezt bele egy dobozba. Nekem ugyanez a véleményem az összes többi ilyen játékról is.
És én úgy éreztem, hogy egy lényeges különbség van a U-Board társasjáték és a különböző számítógépes játékok közt, hogy kezeli az egész legénységet. Viszont utána feltettem vissza a gépemre a Silent Hunter 3-at, és rájöttem, hogy a fáradtságot kit, melyik szekcióba rakunk, ezt nagyjából kezeli a Silent Hunter 3 is, tehát már ott sincs az az érzés az embernek, hogy egyedül van a hajón, mint a korábbi ilyen játékokban, hogy szaladgálok. Én mindent én csinálok, én lövök, én kormányzok, én csinálok mindent. Ez még a Silent Hunter 3-ban is így van, csak van egy kis tér, egy ablak, amiben rakosgatni kell a legénységet, hogy ki hol van és ki mennyire fáradt. Úgyhogy nekem csalódás volt. A kivitelezése sem volt olyan jó, és mondom, a játékélmény az abszolút nem passzolt. Ami még nagyon lényeges, hogy ezt a játékot úgy kell játszani, hogy mindenképp mind a négy szerepet játszunk. Tehát ha négyen játszunk, mindenki egy szerepet irányít, ha hárman, akkor valaki két szerepet, ha ketten mindenki két szerepet, és ha egyedül, akkor egy játékos irányítja mind a négy szerepet. Alapjában mindenki azt mondta, hogy ez a legnehezebb, mert négy szerepre kell figyelni. Szerintem nem nehéz, mert nincs az, hogy megbeszéljük, mi legyen, hogy legyen, hanem az ember eldönt mindent. De maga az egész játékélmény számomra egy csalódás volt. A április 1-től újra be lehet majd küldenetek nekünk a 20 kedvenc játékotok listáját, amiből aztán majd szeptemberben összeállítjuk a 100 kedvenc játékotok listát. Ugyanúgy, mint tavaly elküldhetitek nekünk a listákat e-mailben a top 100 játékuk az gmail.com címre, a Facebookon, a YouTube-on, vagy újra majd a Polyunit-on is. A Polyunit-ot és az egész beküldést április 1-ével fogjuk megkezdeni. Nagyon szeretném, nagyon bízok benne, hogy több listát fogunk kapni, mint tavaly. Tavaly majdnem 200 listát kaptunk. Minél többen külditek el a kedvenc játékaitokat, akár egyet, akár kettőt, akár 20-at is, annál reprezentatívabb lesz ez a lista. Úgyhogy szeretettel várjuk majd április 1-től a listáitokat. A decemberi élőadásban kérdeztük tőletek, hogy milyen tartalmakat szeretnétek még látni a csatornán, és azt mondtátok, hogy mondjunk be, ha más nem a hírekbe, olyan játékokat is, amik felkeltették az érdeklődésünket. Van egy pár ilyen játék, ami most felkeltette az érdeklődésünket. Az első az, azt vártuk is ezt a játékot, csak amikor az első idei epizód megjelent januárban, a 10 játék, aminek várom a megjelenését, az idén még semmit nem lehetett tudni erről a játékról, és ez nem más, mint a Viscounts of the West Kingdom. A West Kingdom sorozat harmadik része a Garphill Games-től. Most már fent van a szabálykönyv is, a Board Game Geek-en átfutottam nagyjából, nem teljesen, felkeltette az érdeklődésünket. Ezt mondtátok, hogy ezeket mondjuk be, és szó szerint ez igaz erre a játékra, egyről, hogy felkeltette az érdeklődésünket. Ezen kívül felkeltette az érdeklődésünket még egy játék, amiről nem sok mindent lehet tudni, csak annyit, hogy az a címe, hogy Hallertau, és az a Hallertau, ez, ha minden igaz, Uwe Rosenbergnek egy összetettebb játéka lesz. Hallertau Németországnak egy része, ahol mezőgazdasági termelés folyik, és egy nagyon híres komló fajta Hallertau, amit nagyon régóta termesztenek. Annyit lehet tudni, hogy szerepe lesz a komló termesztésen kívül még a játékban a vetésforgónak. Németül annyi információ férhető hozzá, hogy több mint 300 falkatrész és több mint 300 kártya lesz a dobozban, úgyhogy mindenki abba bízik a Board Game Geek-en, hogy egy Agricolához, vagy Cavernához, vagy Feast for Odinhoz hasonló összetettebb Uwe Rosenberg játék jön majd. Én is ebbe bízok, felkeltette a dolg az érdeklődésemet. Ugye már tavaly decemberben említettük, hogy várható idén egy pár hetes műsorszünet, ez márciusra lett volna tervezve. Ugye márciusra megvannak az epizódok, a 100 kedvenc játékunk listának az 5 epizódja, így ha mi nem is tudtunk volna foglalkozni egy ideig a csatornával, de minden héten lett volna epizód. Most ez a megfázás miatt ez a műsorszünet elcsúszott, úgyhogy jobb esetben március végén, rosszabb esetben áprilisban lesz, és emiatt lehetséges, hogy amikor ez a műsorszünet lesz, akkor ténylegesen el fog maradni egy pár epizódunk. Próbálunk előre dolgozni, ugye most a márciusi epizódok megvannak, az áprilisi első epizód megvan, és most még csak március 9-e van, úgyhogy próbálunk előre dolgozni, próbáljuk azt elérni,
hogyha lesz egy pár hét, amíg nem tudunk aktívan foglalkozni a csatornával, akkor is jelenjenek meg az epizódok. Nem biztos, hogy sikerülni fog, de nagyon dolgozunk rajta. Híreket is, ha már híreket mondunk, egy pár hír is eljutott hozzánk, és ezek közül én kettőt írtam fel erre a hónapra. Az egyik, hogy hírek szerint Rob Davio, aki a Legacy játékoknak a öreg anyja, tervezi, és még akár idén megjelenhet a Mars terraformálása Legacy. Vannak erről hírek a tervekről a Frix Games-től is, terveznek egy Mars terraformálása kockajátékot is, de ez a frissebb hír, pletyka, hogy lesz Mars terraformálása Legacy. A másik, amit én már decemberben szintén ebben az előadásban említettem, hogy tavalyi eszeni játékvásáron több benfentessel beszélgettem a társasjátékiparból, és mindenki azt mondta, hogy a következő nagy trend az a újrakiadás, Deluxe Edition újrakiadás, újra megjelenés lesz. És a következő nagy hír, hogy a Yedo, a Kemet, a Suburbia és egyebek után várható, hogy megjelenik a Rokokónak a Deluxe kiadása is. Szerintem a Rokokó egy jó játék, nekem tetszik, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni Deluxe Editionbe. Ezek lettek volna a februári hírek, remélhetően még márciusban egy márciusi híreket is tudunk majd nektek pótolni, már ha lesz valami mondani valónk. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmeteket, elnézést a hangomért, még mindig csak ilyen szinten tudok beszélni, de remélem, hogy azért érthető volt, amit ma mondtam. Dudás Lajos vagyok, ez a Kockájában vetve, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!